Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek, hogy megünnepeljük 175 évvel az 1948-49-es szabadságharc és forradalom emlékünnepét. Éppen olyan időjárás van ma, mint 175 évvel ezelőtt, akkor nagy lelkes tömeg követte a márciusi ifjasokat, most sokakat visszatartott ez az kis időváltozás, ez a kis eső, mi lesz majd, ha nagyobb megpróbáltatás vár ránk. Ezt a szentmisét elsősorban hazánkért ajánljuk fel, amely 1100 éven keresztül oly sok vér, oly sok szenvedés, oly sok áldozat tarkította háborúk, forradalmak, veszedelmek. Felajánlom azokért a hősökért, akik bátran és önként a legnagyobb kincsüket, az életüket is feláldozták a hazáért, a magyar nemzet szabadságáért, és felajánlom azokért az áldozatokért, akik a megtorló hatalmak, szenvedéseket, megnyomorításokat, kirekesztéseket és másodállampolgárval való nyilvánításába részesítettek. A hazánknak, nemzeteknek adjon az Úristen szabadságot, a elhunytaknak boldog örök életet, a szenvedőknek, akik életben vannak, erőt és vigasztalást, hogy minden értékünk csak Istennél van. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepálhassuk az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, taníts minket önfegyelmezésre, és tápláld lelkünket szent igéddel, a 40 napos húsvéti előkészület idején, add, hogy teljes odaadással megtagadjuk magunkat érted, és mindenkor egy szívvel, egy lélekkel imádkozzunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a választott nép előtt így beszélt: most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek, és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket, ahogyan az Úr, az én Istenem parancsolta nekem, hogy hozzájuk igazodjatok azon a földön, ahová bevonultok, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok szem előtt és kövessétek őket. Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek a szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani, valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet. Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? És hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint az az egész törvény, amelyet ma elétek tárok? Mindenképpen vigyázz magadra, és nagyon ügyelj, hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne feledd, hanem őrizd meg emlékezetedben életed minden napján, sőt, add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálát! Uram, tanításod lélek és lélek, örök életet adói híd mondva. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlnak, nem vész el a törvényből sem egy ibetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, aki akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, az nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéjé. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves ünneplő Isten népe, a Nemzeti Múzeunk lépcsőjét 1848. március 15-e óta minden kurzusnak meg kell másznia az öreg grádicsokat. Vannak, akik félve és remegve, vannak, akik vértizzadva, a timpanon mesterlövészeket állítva, és vannak, aki boldogan, örömmel lépkednek ezen a lépcsőn. Petőfi Sándornak a Nemzeti Dal című verse ekkor kezdte a nagy legendás életét. Az egy kis tévedés, hogy ez a Nemzeti Dal vers csak március 15-én született volna meg. Már előtte két nappal le volt írva, sőt a márciusi ifjasok közül sokan betéve tudták már. Igazából a legendája azért született meg, mert amikor a nyomda tipográfia előtt ott állt Petőfi Sándor, akkor vette észre, hogy a nagy felhevültségben, a szabadságharc vágyaiban, amely eltöltötte szívét és lelkét,
otthon felejtette az egyetlen példányát ennek a versnek. A nagy időkben az ember elméje megélesedik, és amikor a nyomdaszedő előtt állt, akkor pennát és papírt kért, és szóró-szóra leírta a verset kinyomtatása, amelynek refrényét oly sokszor, oly nagy időkben énekeltük és szavaltuk, rabok tovább nem leszünk. És ami ezután következett, azt mindnyájan jól ismerjük, hiszen márványba vésődött a történelme. Mindenkinek viszonyulni kell a 175 évvel ezelőtt történt eseményekkel. Nagyon sokszor dicsőségesen ünnepelték, volt, amikor eltiltották, volt, amikor érte büntetés járt. Minden kurzus másképp és másképp viszonyult hozzá, mint például Ferenc József császár, aki először nagy kemény kézzel üldözte, majd eltűrte, a végén csak legyintett. Ugyanígy másképpen viszonyult hozzá a kommunista hatalom, hiszen sokáig ez pirosbetűs ünnep volt, majd 1951-ben fekete betűvé silányodott, de ők mindenáron a maguk eszméhez akarták igazítani. Rákosi Mátyás úgy vélte, hogy a vörös felkelésnek az előfutárai voltak a márciusi ifjak. Ez a bűnben fogadt ember mégis eltiporta ezt az ünnepet. Kádár Jánosnak is nagy fejfájást okozott, hiszen ha 1848-ról akar beszélni, akkor mindjárt az 1956-os forradalom jutott az egész nemzetnek az eszébe, és nem véletlenül. Mert mind Ferenc József, mind a többiek rádöbbentek, hogy a diktatúrának a fegyveres testületei, ha fellépnek ellene, akkor csak mártírok születnek. És így vagy úgy, mindig megenyhültek vele szemben, amikor a bal oldal már elkezdett korrodálni, akkorára már a gumibotok is elfonnyadtak, és 1989-ben, a rendszerváltás előtti évben a rendőrök már kokárdával a mellükön irányították az ünneplésre vonuló magyar nemzetet és népet. Ez mindig az identitásunkat határozza meg. Hogyan állunk a forradalommal, vagy a szabadságharccal szemben. Hiszen mai napig is megosztja a nemzetünket, meg talán az egész európai társadalmat. Az egyik gond az, hogy a hivatalos európai vezetés az nincs megbékélve velünk. Talán azért, mert az alkotmányunkban benne van a keresztény gyökerünk. Talán lehet, hogy azért, mert ilyenkor kokárdát tűz fel a magyar nép a szíve fölé, mint egy megismételve rabok tovább nem leszünk, nem tűrjük a rabszolgasorsat, és a mi gondolataink mindig a magyar nemzet, a szabadság és maga a függetlenség. De hát az itt maradt lakály médiának a tagjainak mai napig is az az arcpolitikájuk, hogy merjünk kicsik lenni. Ez a megtépázott, széthordott Magyarország még mindig nagy a számukra. A megfogyatkozott magyar nemzet még mindig eleven a számukra. Ők úgy gondolják, hogy Muhy
mohács, világos tanúság az, hogy merjük a nyakunkba venni a szolgasorsot. Egy nép kiált fel mindig, amely nem tűri 1100 év óta, bár idegennek tűnünk kultúránkban és nyelvünkben, hogy mások irányítsanak és beleszóljanak a saját életünkbe. Ez a március 15-e mindig egy lelki identitás, hogy a 175 évvel ezelőtti ünnep megnemesedik-e bennünk, hogy mennyire tudjunk minden körülmények között a hazánkat szeretni. 1848-nak is ugyanaz volt a elérhető érték, kivívható érték, mint ma. Isten, nemzet, család. A 48-as ifjok is zászlóra tűzték az örökkévaló Isten oltalmazó szeretetét. Talán nagyon sokáig nem akarták tudomásul, vagy nem akarta tudomásul venni a múlt kurzus, hogy a 48-as szabadságharcnak minden felekezete nagy áldozatot hozott. A legnagyobbat a katolikus egyház lévén, hogy ő volt a legnagyobb létszámú, a bíborosát eltiltotta, püspökei börtönbe zárták, papokat kivégeztek, vagy éppen megfosztották a működésüktől. De ugyanígy jártak a reformátusok és a görögkatolikusok, és óriási üldöztetésben volt részük a zsidó rabbiknak, hitmagyarázóknak. És boldogan adták az életüket, hivatalukat, javaikat a hazáért. Mert a haza minden előtt. Fel kell világosítani az utánunk jövő nemzedéket, hogy tettekkel és igazsággal szolgáljuk a hazát, és a haza szolgálatán keresztül azt az Istent, aki nekünk adta ezt a hazát, amely képes újra és újra nem csak hogy felkiáltó jel lenni nemzetek számára, de igazodási pont a törvényekhez és a parancsokhoz. A mai evangéliumban azt hallottuk, hogy Jézus azt mondja, ő nem eltörölni jött a törvényeket és a parancsokat. Nem korokhoz igazítani akarja, nem emberi elvárásokhoz, nem felnövekvő áll vagy valóságos kultúrákhoz. Ő teljessé akarja tenni, kiegészíteni. És a most felnövő nemzedék, amelynek az idősebb nemzedéknek kell példát adni hűségben és igazságban, hazaszeretetben és szolgálatban, hogy a megélt, megtartott, beteljesített törvények képesek szabaddá tenni bennünket az Isten gyermekének szabadságára, a bűntől, a rossztól való szabadsággal, hogy elvet minden olyan álmorálisnak vélt dolgokat, ami természetellenes, ami törvénytelen, amely a nemzet haza romlására okoz. Nem a nagyhangú kisebbség, hanem mindig az az erő, amely megtartja ezt a nemzetet és ezt a hazát. A bencés rend az első, amelyet betelepített hazánkba még Géza fejedelem, amely több mint 1000 éve tart fent iskolát, hogy nyelvre, irodalomra és kultúrára nevelje a felnövekvő generációt. És ennek a jelmondata, imádkozzál és dolgozzál. Első az imádság, hogy a bennünket teremtő Isten megvilágosítsa elménket, megerősítse akaratunkat, hogy mindig a jót és csak is a jót tegyük. És a jónak a viszonyulása az maga a Teremtő Isten.
hogy csak az elvégzett munka, annak a gyümölcsét teremtő eredménye az érték. Minden, ami csak virtuálisan van, az megtévesztő, igazából megfoghatatlan, és igazából nem felemelő. Mindenkornak megvan a nehézségei, megvannak az eredményei, megvannak a küzdelmei, áldásai és viszontagságai. Ránk is ránk szakadt egy olyan válságos idő, amelyet álmunkba se mertünk elképzelni. És ennek a válságnak egyedül és kizárólag az ember az oka. Mi, melyeket Isten nekünk ajándékozt ezt a világot, és ránk bízta a kiengesztelődést és a emberének és a világnak sorsát. Legyen ennek a sors építésnek példaképei a márciusi ifjak, akik hittel, lelkesedéssel, félelem nélkül, Szent István követve otthont és hazát akartak teremteni újra, és ezt a teremtő hatalmat és erőt a mai ifjúságra is át akarja plántálni, legyünk követői, viszonyulói, hogy 1848 megkerülhetetlen ünnep, amely mindenkor kell, hogy megörvendeztesse a szívünket és a lelkünket. Amen. Most pedig könyörögjünk. Kérjük testvérem egy szívvel, lélekkel Isten, aki elhozta nekünk a békét és a megbocsátást. Add, hogy az államférfiak a népek jogainak védelmében és boldogulásában munkálkodjanak, hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, a bölcsesség, az igazság és az igazságosság erényét mindazoknak, akik hazánk sorsát irányítják és népünket vezetik, hallgass meg, Urunk! Segíts meg, Urunk, hazánkat, adj népünknek jókedvet, bőséget és nyugalmas időt a munkára, hallgass meg, Urunk! Vezesd azokat, akik országunkat irányítják, és bölcsességgel és igazsággal kormányoznak, hallgass meg, Urunk! Távolíts el minden viszályt és keserűséget azoktól, akik egymással ellenvéleményen vannak, hogy téged igazi testvéri egységben szolgáljanak, hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, a mai magyar nemzedéket és népet, hogy felelősséget érezzen a jelenért, és munkálkodjék a jövő boldogulásáért, hogy még sokáig magyarul imádkozzunk, énekeljünk, tanuljuk, dicsérjük Istent és szolgáljuk embertársainkat, hallgass meg, Urunk! Kérünk, Urunk, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjon halandó életében, odát pedig elnyerje az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Imádkoztatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományai, védelmezze minden rossztól,
akik a szent titkaidat ünneplik, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadt a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Éme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében állt testvéreinkről és mindazokról,
akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörük kérő mindnyájunkat, hogy az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadj. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézd, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Ima az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghivasztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz a színed előtt, Uram. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, szentelj meg minket, mennyei lakoma, amelynek vendégei voltunk, add, hogy oltalmazzon minden eltévejedéstől, és részesíts mennyei ígéretében, Krisztus a mi Urunk által. A következőket hirdetem a testvéreknek. Ebben az esztendőben is, és ezen a héten, nagybőjt harmadik vasárnap utáni héten tartós élelmiszergyűjtés van a katolikus templomokban a rászorulók számára. Várjuk a hívek adományát minden nap a szentmise előtt, és ezek az adományok, amik összegyűlnek, azokat majd a szajoli község rászoruló és a nehézségek küszködő testvéreink között lesz felosztva. Hirdetem továbbá, hogy mindenki értesült, hogy a pápa eljön hozzánk Magyarországra egy háromnapos látogatásra, amelynek az utolsó állomás és fénypontja 30-án áprilisban a 10:30 órakor a Kossuth téren levő szentmise lesz, amelyre nagyon sokakat várnak. Elsősorban édes hazánkból, de a környező országokból, még távolabbról is. Erre a látogatásra én szervezek egy zarándokutat, amire jelentkezni kell a híveknek, mert csak a regisztrált személyek léphetnek be oda. Elsősorban a nagy védettség miatt, másodszorban pedig a hatalmas tömeg miatt, ami várható, várom a híveknek a jelentkezését, amiben meg kell adni majd a születésük helyét és dátumát, meg természetesen az állampolgárságokat is. Ebből tudják meg, hogy mennyi magyar állampolgár, vagy éppen nem magyar állampolgár vett részt ezen a nagy eseményen. Ebben az esztendőben újra szervezek, vagy tartok lelki gyakorlatot, várom a híveket. Ez március 24-én, 25-én és 26-án lesz, péntek, szombat, vasárnap. Pénteken, szombaton 4:30-tól gyóntatok, hiszen a nagybőjtnek és a lelki gyakorlatnak az a gyümölcse, hogy Isten előtt megvalljuk bűneinket, megtérjünk és hozzá hasonuljunk a életünkbe. Vasárnap 8:30-tól lesz ez a gyóntatás, és a 9-órai szentmise keretében lesz vége a lelki gyakorlatnak. A szentmise befejeztével pedig a polgármester úr köszöntője hangzik el, és utána a bemondó szerinti események folytatódnak. Jézusunk lelke, körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urom, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Köszöntöm a tisztelt ünneplőket az 1848-49-es szabadságharc 175. évfordulójára rendezett megemlékezésünkön. A szélsőséges időjárás miatt a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjainak műsorát tegnapi napon videóra rögzítettük. Ezt megtekinthetik az intézmény honlapján és a kapcsolódó Facebook oldalakon. Ünnepi műsorunk folytatásaképpen felkérem Szőlősi József polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő szajoliak, kedves diákok! Köszöntöm Önöket az 1848-as szabadságharc 175. évforduló alkalmából.
Március 15-én évről évre megemlékezünk dicsőséges forradalmunkról és az 1848-49-es szabadságharcról. Tesszük ezt azért, mert 1848 történéseiben öltött testet először az idegen hatalmaktól független polgári Magyarország képe. Az 1848. januárjától Pozsonyba ülésező utolsó rendi országgyűlésre igen nagy hatással volt az európai forradalmak híre, a kiharcolt politikai események és a Pesten 1848. március 15-én kitört forradalom. Az országgyűlés is elfogadta a nemzetek követeléseit, melyeket a 12 pontban rögzítettek. Amikor eljutott a hír Pozsonyba és Pestre, hogy a bécsi forradalom alatt koporsóban kellett kicsempészni az osztrák fővárosból Metternich herceg államkancellárt és gróf Aponyi György magyar udvari kancellárt, a magyar nép és az országgyűlés egyre bátrabb és határozottabb lett. Öntudatra ébredtek és hangot adtak a magyar nemzet jogos követeléseinek. 1848. március 17-én a teljhatalommal felruházott István Nádor gróf Batthyány Lajos nevezte ki Magyarország miniszterelnökévé. Április 2-án a kinevezett miniszterelnök 5. Ferdinánd király elé terjesztette kormánya névsorát. Április 7-én a király hivatalosan is kinevezte az első független, felelős magyar kormányt, mely az eskütétel után megkezdte működését. A Pozsonyban ülésező magyar országgyűlés is igen fontos történelmi jelentőségű döntéseket, törvényeket hozott, amikor lemondott a nemesi kiváltságokról és az egyházi tizedről. Az országgyűlés határozatát a magyar katolikus egyház képviselő is egyhangulag támogatták. 1848 nyarán a nemzetiségek mozgolódása, Jelasics Horvátbán nyílt támadása, a szabadságharc ellen, valamint Bécs ellenséges magatartása, a magyar érdekkel szemben igen nehéz helyzetbe hozta az országot, a kormányt és a katolikus egyházat. Tisztelt ünneplők! Gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki. Gyenge nemzetnek nem jár a szabadság. Gyenge nép nem tud tető alá hozni semmilyen egyetértést, legfeljebb beletörődhet a sorsába. A béke, a szabadság, az egyetértés az erős népek jutalma. Övék a jólét, az önbizalom, a biztonság és a nyugodt élet. A szél mindig az erősek vitorláját dagasztja, az ő hajójuk mindig révbe ér, őket kedveli a szerencse, és ők mindig a talpukra esnek. Ezért támadtak Széchenyi, Kossuth, Petőfi és mind a többiek erős Magyarországot, és ezért álmodunk velük mi is. Erős országot akarunk, amely ugyan a természet törvényei szerint nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, nem enged más bolygók vonzásának, és nem engedi, hogy idegen népek érdekei jelöljék ki röppályáját. Mióta az eszünket tudjuk, mióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, a magyarok mindig ugyanazt akarták a Kárpátok alatt. Legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés. Így mondták 1848-ban a márciusi ifjak. De ez nem maradhat puszta óhaj, mert akkor elszáll, mint egy könnyű lehelet. A békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez ugyanarra a dologra van szükségünk, összefogásra, egyetértésre és erőre. 1848-ban Makrai Imre katolikus makói plébános világosan és egyértelműen hirdette: féljük az Istent, szeressük hazánkat, és tiszteljük a királyunkat. A magyar szabadságharc védelme egyesítette hazánkat a legnagyobb áldozatvállalása terén. Minden megcselekedtek, amit megkövetelt a haza, de a Habsburg és az orosz hadsereg erős és hatalmas katonai fölénye gyászba borította magyar hazánkat. Hősi halottaink áldozata, kivégzett mártírjaink vére, bebörtönzött vitézeink könnye, az elnyomott nemzet csóhaja mégsem volt hiába való, mert a szabadság virágait letépték ugyan, de később a gyökerek új hajtása és virágfűzére elhozta számunkra a győzelmet. Nemzetünk és egyházunk hajnal hasadását, kibontakozását és az emberhez méltó társadalom felépítését. Ezen értékeket kell megőriznünk és továbbadni az utánunk jövő generációnak. Ez a mi feladatunk, ez a mi felelősségünk.
Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm, polgármester úr, nemzeti ünnepünket méltató szavait. Kérem, hogy a kántor úr vezetésével énekeljük el a magyar himnuszt. Az 1848-49-es szabadságharc dicsőségére emelt táblánál koszorúk elhelyezésére kerül sor. Felkérem Szőlősi József polgármester urat és dr. Bartók László jegyző urat helyezze le Szajol község önkormányzatának koszorúját. Szajol község polgármesteri hivatal intézményei nevében koszorút helyez el Németné Gerecs Judit, a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója és Székmási Csilla, a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója. Szajol község civil szervezetei képviseletében koszorút helyez el Benedekné Trecskó Beáta, a Csiribiri Alapítvány elnöke, és Novák Kálmánné, az Együtt Egymásért Klub vezetője. A Római Katolikus Egyház község koszorúját elhelyezi Lengyel István esperes és Szőlősi József, az Egyháztanács világi elnöke. A Református Egyházközség nevében koszorút helyez el Rácz Péterné lelkészasszony. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség koszorújának elhelyezésére felkérem Bordás Imrét, a helyi szervezet elnökét, és Dér Antalt, a helyi szervezet vezetőségi tagját. A koszorúzást követően meghívott vendégeinket várjuk a polgármesteri hivatal dísztermére, pohárköszöntőre. Ezennel megemlékezésünk véget ért. További szép ünnepet kívánok mindenkinek. Вот так вот.
Köszönöm.